Na itt vagyok az Assembly Lane pályán, ez a Techni világnak az első pályája, és teljesítem a CMK Challenge-et, illetve a Reliquia versenyt először. Oh, már is megvan a C betű, az elég könnyű volt. Akkor figyeljünk még az N és K betűkre, illetve törekedjünk, hogy első helyen legyünk hátkere, és nem tudom hol van, nagyon messze vagy. Az első négyben nincs benne, az egyértelmű. Az ágyúba jól nem talált senkit, sajnos. Na de itt van még egy, dur. A pont crash találtam el, aki velem van, na jó, ez nem jött úgy össze, na nem csak. Ó, ott balra, mint ott nem egy olyan levágó, de nem is vettem még észre. Lehet ott van az egyik betű majd. Nem vagyok benne biztos. Ó, itt volt jobb oldalt az ugrásnál. Erre majd odafigyelek legközelebb, és nem csak egy betű kell, akár. Az merre lesz? Hát itt már vége a pályának. Ja, itt ez az utolsó kanyar. Itt mögöttem nincsen. Nem láttam a... egy betűt akkor valahol nem vettem észre, nem baj. Megyek és megnézek, egyet tudok, meg egy szerintem lehet ott lesz a levágóba. Mondjuk oda meg nem ugrottam fel egy szélsehát, nem láttam annyira. Ja, itt az embetik. Jó, ott kell átugorni, aha, akkor a K betű, jó, az is megvan, jó. Hát oda kell lesz valami turbózás, vagy egy akkumaszk, vagy ilyesmi. Na, használjuk el. Ó, nem áll, engem is felvett. És el is veszítettem, amit kellett volna. Jó, ott nem megyek mégse. Ó, de vissza akarok. Na, jól lekerültem a 8. helyre. Már ebből hogy lesz első helyet, ez már a második kör. Nézzük csak az N betű, az itt lesz elvileg, vagy a K betű, bocsánat. Azt nehéz lesz összeszedni. Na jó, itt már újra kezdem. Megkaptam egy turbót, egy power upként, úgyhogy úgy, így sikerült megszerezni. Akkor már az N betűt is az első körbe. Jó, kaptam még egy turbót, ezt is elhasználjuk, menjünk előre, Ringo az első. És akkor azt a K betűt, hát max úgy össze tudom még szedni, hogyha ott megfordulok, miután felmentem. És visszafordulva leugrok talán. Az is összejöhet. Tehát itt megfordulok, megyek. De ellökhat! Na, még egyszer megfordulok, és jövök, és ugrok. Jó, megvan a CNK, de nagyon hátul vagyok. Meglátjuk, hogy össze tudom-e hozni az első helyet. Tornádó, na ez segít. Hát nem jött össze a nyerés. Na megvan a CNK, most nem nagyon maradtam még le, igaz 8. vagyok. Na hajrá! Itt az utolsó kör, hát itt vagyok elől, ott van mind a három, de... pont egy ágyugó jobban előre. Na jó van, gyerünk, legyen meg. Ez a tornádó, na ezzel megállítjuk kicsit őket. Hú, hát ez nagyon szoros, hát ott van engine, de nem hiszem, hogy le tudom innen győzni, ha csak nem kapok valami olyat, ami... Hát egy védelmi pajzs, de ezzel nem tudok mit kezdeni, nem tudom ráleülni, ő pedig itt be fog tudni érni, vagy pedig én fogok beérni, második, haha. Utolsó kör, hát de már megint utolsó körbe leülnek le, ajj. És megint leülne. Már ha most már csak sikerülni fog, itt vagyok. Fú, sikerült ennyi előnyre. Tennem. Ez az utolsó kanyar. Hú, hát nagyon sokszor kellett újra próbálkozni, de sikerült. Hú, na reméljük, a Reliquia az egyszerűbb lesz. Crunch-el érkeztem, és ahogy látom, 50 doboz lesz itt. Szétszórva, 2 perc 35 másodperc alatt kellene teljesítenem ezt a versenyt. Hát meglátjuk. Elég necces, mert hát valami egy perc körüli egy kör. Tudom, itt vannak ilyen dobozkák, amik megállítják az időt. Hát remélem azért sikerülni fog valamennyire. Ott egy három másodperces van ott, ahol az a N betű volt. Azt nem volt könnyű megszerezni. Úgyhogy ezt lehet ott is hagyom. Vagy pedig lehet újra kell nekez... oda át kell ugorni. Hát ott 2-3 másodperces is van. Oda arra az egyenes szakaszra. Mindenképp el kell látogatnom, mert hát tényleg nagyon sok doboz van, amit hát szerintem
szükséges megszerezni ahhoz, hogy eredményes legyek. Nem sok, ez nem sokat adtak hibázni való lehetőséget, mert 2 perc 35 másodperc, hát valami 1 perc 10 valahogy így tudtam megcsinálni, amikor nem voltak ilyen dobozkák a pályán, úgyhogy ilyen, hogy látjuk. Minden esetre már 20 dobozt összetörtem, hát ezt megint nem érem el, sajnos ezt sem érem most el, ezt jól elrontogatom. Ezt el tudom érni. 1, 2, 3, átugrok. Na jó, és itt el is rontottam, gondolom. Na nézzük, át tudok-e. Hamar ugrottam. Na, ez jó boost volt. És... éppen, hogy elég volt. Jó, azt hiszem ennyi elég is lesz. A 2-3 másodperceset összetörtem itt már az első körbe. És... na, szerintem annyi lesz, többet. Nem is jövök oda. Közelébe sem megyek azoknak a csapdáknak. Na, itt viszont nem vagyok benne biztos, hol lesznek itt ezen az oldalt is, vannak a hátam, igen. Jó, itt szélen azokat összetörjük. Így, és... ez volt az első kör, hát... nem könnyű a pálya. De... próbáljunk minél többet kihozni belőle, gyerünk. Ez most jó turbo volt, és még sincs meg, azt a... akkor mi kell ide? Tudom. Micsoda ugrás. Jó, itt már összetörtem nagyjából a dobozokat. Itt a levegőben még van. Jó, az nem jött össze, ez legalább összejött. Utolsó körben majd meg lesz a másik. Jó. Akkor most itt nem muszáj egyenesen menni, hanem ezt törjük össze, így. Ott egy egyes. Na itt még hol voltak a dobozok, itt teszem. Ja, jobbra is, meg bal szélen itt belül. Jó, megvan. Ja, az a hármas az nem lesz meg szerintem. Pedig annak nagyon örülnék. Na ezt a hármas legalább... jó, mennyi legalább meg volt. 1 perc 10-nél tartok. Hát ez kétséges. Na jó, itt volt egy 3 másodperces, az nagyon jó. Itt egy kettes és... már csak egy sor doboz maradt, az pedig egy kettes meg egy hármas. Na jól van. Menjünk akkor. Gyűjtsük még itt össze, ami kimaradt, vagy mégse. Na nézzük most. Hát ez nem fog összejönni, úgy tűnik sose. Az a 2 másodperces. Hozza a 3-as! Na azért... jó. Itt kellene azon átugorni, de ott nem hiszem, hogy sikerülni fog. Nézzük ezt elére. Jó, következőt. Azt is jó. És meg itt hol maradt? Ja igen, itt... belül, belső ív. Oké. Itt most csak turbózok inkább. Mert menni kell nagyon. Hol is volt? Itt egy 2 másodperces. Nem, már rosszul fékezek le! Hát ezt nem hiszem el. Azt a 3-asat legalább, az se. Ezzel rontottam el a nyerési esélyemet. Ha azok meglettek volna, szerintem akkor sikeres az egész. Most vagyok 2 perc 10. Várj csak! Még lehet meg lesz 15-16, hát itt van egy 3 másodperces. Az pedig leállítja, úgyhogy 2-19, hey! Jól van, megvan a sima relikvia. Na, akkor megvan a relikvia, ezzel pedig befejeztük az Assembly Lane pályát, legközelebb az Android Alley lesz.